Három fordulót követően is hibátlan a bajnokságban a költségdíjese. Hadovás István együttese a Nyitányon a korábbi élvonalbeli játékosokat felvonultató Hajdúböszörményt verte 32-19-re, majd Miskolcon győzött 25-19-re, legutóbb pedig a Létavértest múlta felül 10 góllal a 25. NB szezonjában szereplő csapat. A szakvezető szerint nem meglepetés a jó rajt. Egyrészt nagyon ügyesek a lányok, és mi nagyon sokat dolgozunk, tehát a sok munkának előbb-utóbb megvan a gyümölcse, és nagyszerű a csapat, morál, edzésen is szeretik a lányok egymást, elfogadják az edzői utasításokat, fogékonyak az újra, és hát őszintén a legörömtelibb dolog, hogy elsősorban taktikai téren múljuk felül az ellenfeleinket. Van egy néhány újításunk is, támadásban, védekezésben is sikerült előrelépni, és még mindig van a tarsolyban egy-két olyan dolog, ami kimunkálásra vál, úgyhogy nagyon jó ez az irány, bár tudom, hogy lesznek még nehéz mérkőzések, tehát továbbra is nagyon-nagyon készülnünk kell, ugyanis mindenki egyre jobban fog ránk figyelni. Hadovás István szerint a jó kezdés meghatározhatja a csapat egész éves szereplését. Én azt szeretném, ha május 25-ig tartana ez a lendület. Biztos vagyok benne, hogy addig is fog tartani, még akkor is, ha lehetnek nehézségeink. Viszont hozzáteszem, hogy talomba is vannak még titkos fegyvereink, van két olyan játékosunk, aki nagyszerű játékos, elől-hátul meghatározóink lesznek majd, ha felépülnek, az egyikre csak tavasszal számíthatok, Ruska Zsófiára, viszont Papandrea remélem, hogy a jövő heti Debrecen elleni rangadó már valamilyen szinten a csapat rendelkezésére áll, úgyhogy taktikai téren is, mint említettem, vannak tovább lépési lehetőségeink, tehát én remélem, hogy a végén ott leszünk a élmezőnyben. Mindenképpen azt gondolom, mondjuk ki őszintén, érmes helyet várok minimum a csapatomtól. A hétvégén nem lesz forduló a bajnokságban, a Kölcsi díjese október 18-án fogadja majd a Debrecent a Veselényi csarnokában.